Ukrán búvároktatókat gyanúsítanak az északi áramlat felrobbantásával. Továbbra is kérdéses a szudzsai gázelosztóállomás állomás ellenőrzése, és az eddigi legnagyobb olajsokra figyelmeztetnek a szakértők, ha Irán lezárja a hormúzi szorost. Milyen láncreakciókat indítanak el ezek a folyamatok? Erre keressük a választ. Jó napot kívánok, Nádori Teodóra vagyok. Ez a láncreakció. akik pedig a kérdésekre válaszolnak Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője, és Tatár Mihály, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Fordulat történt az északi áramlat szabotázsának ügyében, ukrán búvároktatókat gyanúsít a német főügyészség. Egy ukrán búvároktatót gyanúsítanak az északi áramlat felrobbantásával. Németország arra kérte Lengyelországot, hogy tartóztassa le a Volodymyr Z nevű ukrán búvároktatót, aki állítólag tagja volt az északi áramlat gázvezetékeket két évvel ezelőtt felrobbantó csapatnak. Derült ki a német média beszámolóiból. A Süddeutsche Zeitung, a Die és az ARD közös nyomozást folytattak az ügyben. A rendőrségi nyomozók szerint összesen három ukrán oktatót gyanúsíthatnak azzal, hogy robbanóanyagokat szereltek az orosz gázvezetékekre. Mindhárman már elhagyták Németországot. A német főügyészség nem kívánta kommentálni azt a jelentést, amely szerint a német kormány még júniusban európai elfogató parancsot adott át Lengyelországnak. A The Wall Street Journal mai cikke már arról ír, a támadás végrehajtását állítólag Valeri Zaluzsné, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka folytatta le. A német szövetségi ügyészek szerint a három búvároktató egy ötfős legénység tagja lehetett, amely 2022. szeptember 6-án az Andromeda vitorlás jachton indult 18 napos körútra a Balti tengeren. Az út Bornholm szigetén a német történelem legnagyobb szabotás cselekményével az ország legfontosabb infrastruktúrája ellen víz alatt elkövetett támadással ért véget. A The Wall Street Journal szerint Zaluzsnyi alakja körül összpontosul a német ügyészség vizsgálata, ennek eredménye pedig az lehet, hogy felülvizsgálják a Kievnek nyújtott berlini katonai támogatást. A balti tenger alatt futó északi áramlat 1-2 a évek óta szállította a földgázt Oroszországból a németeknek. Mekkora kiesést okozott a szabotás? Az északi áramlat 1 az működött már, tényleg valóban sok-sok évvel sok-sok évvel az események előtt évi 50 milliárd köbméter orosz gázt Európába, az északi áramlat kettő átadása megduplázta volna ezt a teljesi, ezt a kapacitást, sőt az északi áramlat kettő az úgy volt megcsinálva, hogy eleve bővíthetőre volt tervezett, tehát a, a, csővezeték párja már lent volt a tengerbe, ez összesen 110 milliárd köbmétert jelentett volna. Talán ez verte ki a biztosítékot ugye a, az usa ez a, ez, a, ez a, hatalmas bővülés, hiszen már addig is nagyon erősen függött az orosz gáztól Nyugat-Európa, legfőképpen Németország. Ugye 60% az import, az a EU importjának oroszoktól származott, és kiszámolták, hogyha mind a két északi áramlat működött volna, akkor ez az arány 80% fölé ment volna. Ez ugye nyilván az Atlanti együttműködés szempontjából az USA szerepének a meggyengülését hozta volna az energetikai szektorban. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy ez, ez, egy, ez egy nagy ómenként lebegett az együttműködés, hogy az oroszok, ugye az amerikaiak minden fajta ilyen vezetékes energia kereskedelmet ugye próbáltak ellehetetleníteni, hiszen már Ronald Reagan sokat tett a barátságkőolaj vezeték megnyitása ellen, folyamatosan az amerikai támadások keresztüzébe voltak ezek a vezetékek, nyilván Európának, és ezen belül elsősorban Közép-Európának, Németországnak pedig érdeke volt, hogy olcsó és kiszámítható módon érkezzen az, olcsón és kiszámítható módon érkezzen az orosz gáz Európába. Úgyhogy ezek az érdekek, ezek konfrontálódtak, és ennek az eredménye lett ez a szabotázs akció. Ugye ezt is már, már ebben a műsorban is biztos mi is gyártottunk jó pár összeesküvés ami azért abban nagyjából megegyezett, hogy az elsősorban az USA érdekeit szolgálja, akárhogy is nézzük az energiakereskedelem szempontjából, és hát megtalálták azokat az orosz-ukrán állampolgárokat, akik elhúzták a ravaszt, Érdekes aspektusa a történetnek az elég dicsitelen lengyel együttműködés a, a dolgon, és látszik, hogy honnan jöhetett az, az ötlet egyébként. De ez valószínűleg a lengyelek fejbe pattant ki, akik egyrészt az északi áramlatra amúgy is ki voltak akadva, hiszen nem kaptak leágazást, és elestek a tranzitdíjtól, így, hogy a tenger alatt ment a a vezeték, tehát a lengyelek eleve ki voltak akadva, és, és hát valószínű ötlet gazdái lehettek, nem véletlen a tologatás sem. Tehát ugye látjuk azt, hogy az északi áramlat felrobbantása ügyében indult Svédországban is, Dániában is, Németországban is egy időleg vizsgálat. A dánok és a svédek átadták az eredményeiket a németeknek, úgyhogy egy szó nem fűztek a dologhoz, de annyit megegyeztek a sajtónak, hogy úgy érzik, hogy elég sok súlyos információt tudtak a németeknek átadni, hogy folytassák a nyomozást, és nem véletlen, hogy most a németek sok mindent kiderítve, tovább fűzve a nyomozást, most már eljutottak odáig, hogy konkrétan személy szerint ugye kikúzták meg a ravaszt, hogyan átadták az elfogadta a német szövetségi ügyészségnek azt a elfogató parancsát, hogy, hogy, hogy konkrétan a, az ukrán állampolgárságú elkövetőket fogják el, akik közül egy biztosan Németországban él, a, német, a lengyel hatóság pedig másfél-két hónapja ül a dolgon, ez júniusban történt, most augusztus közepe van, tehát azóta sem sikerült megtalálni a Lengyelországban élő elkövetőket. Az az érdekes ebben, hogy mire az északi áramlatot felrobbantották, Addigra már ugye a szankciók miatt korlátozott volt az orosz gázszállítás, de nyilvánvalóan az oroszoknak is ez egy igen komoly bevétel kiesést jelentett. Hát ezen nagyon sokat előttünk is ebben a műsorban is, hogy, hogy zseniálisak ezek az oroszok, hogy megszervezik a, a saját vezeték, drága vezetéküknek a felrobbantását, úgy helyezik a bizonyítékokat, hogy minden ellenük szóljon, és megvádoltatják magukat azzal, hogy ők voltak. Tehát, hogy ez, ez zseniális taktika lett volna, és sajnos ennek, nagyon súlyos következményei lesznek, így, így előre mutatva is. Ugye kezdjük a, a hitelesség kérdésével, ami, ami, szintén nagyon fontos témakör, a, még az energetikánál is fontosabb. Ugye minden jel szerint ezt a, ezt támadást már eltervezték 2014-ben legkésőbb. Hát az eddigi a, a... vizsgálatok ezt mutatják, igen. Valószínűleg már hamarabb is, és nyilván itt volt, volt, voltak erre angol száz változatok, hogy hogyan kezd megcsinálni, volt ukrán változat, lengyel ukrán változat. Tehát, hogy is mondjam, az a, az a vált, hogy az oroszok a, a, a nyugat reakció, a háborúcs reakciójára válaszul robbantották fel a vezetéket, ez itt, na, ez itt nagyon súlyos állapotba fog kerülni. És hát minden háborúnak van a, van a, a, a pusztításon kívül egy ilyen, egy ilyen igazság vonzata is, hogy a, a külső szemlélők szemében, a globális dél szemében ő, kinek van igaza. Na Most itt a nyugat érvelése, itt, itt, amiatt, hogy egyből Oroszországot vádolták, meg rögtön egy súlyos léket kapott. A másik a súlyos következménye az egésznek, hogy innentől kezdve egyértelműen fokozódni fognak a támadások az energiainfrastruktúra ellen, ugye az oroszok nyilván ezt meg fogják torolni, és a következő háborúk, hadjáratok úgy fognak indulni, hogy gigantikus támadások indulnak majd energialétesítmények ellen. És itt egyébként felhívnám a figyelmet, hogy amire most Európa alapoz, hogy LNG szállító hajókkal látjuk el az európai gazdaságot, az LNG szállító hajók azok nem olyan, mint a motorcsunakok, a torpedókat nem túl jól kerülgetik. Tehát ebből még lehetnek problémák. Említette a globális dél országait, ugye itt nagyon nagy kérdés, hogy kiktől fognak vásárolni energiát, milyen szerződések születnek a jövőben. Ez az esemény, ez a bűncselekmény, ez befolyásolhatja ezt a kérdéskört? Természetesen, hát most is látjuk, szerintem semmi nem történik véletlenül, és, és fogunk még ez erről is biztosan beszélni, de láthatjuk azt, hogy komoly bajok vannak a közel-keleten a szorosról sokat fogunk beszélni a jövőbe, biztos vagyok, és például az LNG kereskedelem 30%-a ott bonyolódik, tehát, és, és egyszer ez másodszor pedig az, hogy tudjuk, hogy az elnök választásokig az USA nem fog új engedélyeket kiadni LNG exportáló infrastruktúrák felépítésére, se nem az export növelésére, az eddigi lekötött mennyiségek természetesen rendelkezés állnak, csak itt most megint új, új helyzet van. Tehát egyrészt a, a, az arab országokból, a közel országokból származó LNG export is kérdéses, a hormozi szoroson keresztül Amerika novemberig a választásokig nem fogja növelni, a, akkor mi lesz? Tehát olyan Kap Sok kapacitás nincs a világpiacon. E, igen, beszélni fogunk még a Hormuzi szorosról, de hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy a globális délországai ezeknél az energetikai szerződéseknél, pusztán emiatt a szabotázs akció miatt, és azok miatt a nyomozati ö, cselekmények miatt, amelyek most elkezdenek szépen lassan kiderülni, máshogyan fognak szerződni, akár a nyugattal, akár Oroszországgal? Én inkább azt mondanám, hogy a, hogy a bizalom az fog erőtesen megcsapanni, tehát ezek után felvethető, hogy mi lesz a következő esetleg, valamelyik orosz-kínai, északi-sarki északi nagy energiaprojekt fog levegőbe repülni, vagy valamelyik orosz-kínai, orosz kínai-tengeri valamilyen infrastruktúrás rendszer. Tehát az a baj, hogy ez, ez, egy, ez hogy mondjam, egy új, új játék stílust jelent gyakorlatilag, nem lehet máshogy megfogalmazni. Ezeket az infrastruktúrákat mennyire védik? Ugye egyszer, egyszer a védelem maga az volt, hogy, hogy, a világon bárhol történtek ilyen nagy, nagy gigaprojektek, azokat mindig nemzetközi konzorcium hajtotta végre, hova az ellentétes érdekeltségű felek is olyan szinten voltak pénzügyileg bevonva, hogy jól járjanak. Ezért senkinek nem jutott eszébe azt, hogy ezeket a kölcsönös elő előnyökre szolgáló beruházásokat és projekteket megfúrja. Most már látszik, hogy ezeket viszont, ezeket a projekteket a jövőre nézve egyre inkább kitisztítják, tehát orosz állami vállalatok kivásárolják a nyugati partnereket, az oroszokat meg egyszerűen kitiltják mindenhonnan, minden konzorciumból visszamenőleg, tehát itt is létrejön, mint a geopolitikában egyfajta ilyen polarizáció, egyfajta tömbösödés, és ez azért veszélyes, mert ellenséges érdekeltségű tömbök, azok egymásra ilyen alapon tüzet nyithatnak, vagy, vagy, vagy felbérelhetnek ezek szerint. Tehát, tehát itt is egy, egy, olyan morális gát, egy elkölcsi gát lett föltörve, föl ami eddig, amire nem volt példa, és ez volt a világon az, a kölcsönös előnyökre szolgáló szabad kereskedelem kulcsa. Ez a bizalom, amiről Mihály is beszélt. Tehát, tehát ez hogy akkor kriminalizálódik, kriminalizálódik és, az energiaellátás. És ahogy a, a az élelmiszer, a víz, az energiaellátás, ezek a stratégiai elemek, ezek a háború közvetlen részese, részese, lesznek fegyvernemként ezek szerint. Ezekre lehet tüzelni, ezeket el lehet zárni, itt karantént lehet. Ugye minden világháború kezdőpontja egy kereskedelmi blokád volt. Nem? Hát ugye Japán ellen is, Németország ellen is ilyenek léptetek, Anglia ellen a németek próbáltak ilyen, nem? most úgy látszik belépünk a blokádok és kereskedelmi háború korába, és hát Rossz előérzésem van, hogy, 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 hogy ezek hova vezetnek a végén. Bennem fölmerül az a kérdés, hogy nemrég az egyik adásban beszéltünk arról, hogy a Kaspi-tenger környékén ugye az, az USA szeretne befektetni az ottani hálózatokba az útvonalnak a kiépítésébe, mert hogy azon az útvonalon akkor egy komolyabb kereskedelmet tudna folytatni, illetve az ott meglévő vezetékeken keresztül energiát, Európába, illetve a nyugatra. Tehát, hogy ez lehet egy megoldás, vagy egy alternatíva? Tulajdonképpen nem. Sajnos, ugye azt tudom mondani, amit, amit látunk jelen pillanatban, és az az, hogy Európa teljesen át lett állítva erre, erre az LNG megoldásra, tehát, hogy ő, ő tengeri úton fog gázt importálni. Ebben, ebben a legérdekeltebb az Egyesült Államok is, tehát ez az, amit igazán ő támogat és ugye hát, láttuk most egyébként a, a Kurszki a harci cselekményekkel kapcsolatban is, hogy a, a, a gázára rögtön éves csúspontról ugrott 40 euró fölé, amire ugye azt szokás mondani, hogy ez nem is olyan magas az energiaválság csúcspontja az képest, ahhoz képest valóban nem, de mondjuk a béke évekhez, tehát a háború előtti tíz év átlagának a 15-18 eurónak több, mint a kétszerese. Tehát ilyen szempontból az energiaválság nincs megoldva, ö, olyan szempontból, hogy mennyire versenyképes Európa energiállátása, és mennyire, mennyire az életszínvonát mennyire tudja megőrizni, olyan szempontból nincs megoldva semmi. Hogy, hogy, bocsánat, hogy mondjak ehhez valamit? Ö van itt egy taktika, ami, ami inkább nyilván nem rövid távú eredményeket fog hozni, ezt eredménynek tekintjük persze, hanem ha közép-hosszabb távon érdekes. Az oroszok óriási helyzeti előnyben vannak itt, de, de ezek szerint a nyugat is törekszik. Azt csinálták már az oroszok régebben, hogy hogy tudták, hogy az, az ő gázuknak és köllöknak a kikerülési lehetősége, ha mindezt Európa közép, vagy a világ érdekelt része közép Ázsiából hozza be. Ezért bevásárolták magukat az ottani energiacégeknek a tulajdonosi körébe. Ezért volt az, hogy a Nabucco meg a déli áramat meg az összes többi közép ázsiai szénhidrogén projekt befürdött, mert az Európai, Unió, Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy túl nagy az orosz részesedés ezekben is. Ez megmaradt. Most úgy látszik, hogy ugye ahogy említette az előbb, hogy amerikaiak és nyugati cégek is próbálják ezekbe a közép-ázsiai konzorciumokba vásárolni magukat, mert tudják, hogy ez egy alternatívája az orosznak, tudják, hogy, Európa, ha nem az orosztól, leginkább ettől fog függni, mert szerintem egész Európa törekszik, hogy stabilan vezetékes, vezetékes rendszerrel kapcsolódjon egy biztos import területhez. Próbálják oda bevásárolni, aztán látják, hogy ez mekkora üzlet lesz, és akkor most kialakítják majd valószínűleg azt a, azt a logisztikai útvonalat, amin, amit tudnak biztosítani, azt a kereskedelmi útvonalat, amit majd ők fognak biztosítani, ezzel szépen ráteszik a kezüket. Úgyhogy mi hiába gondoljuk, hogy az független lesz végül is, ugyanúgy az oroszok lesznek benne, meg ugyanúgy a nyugat. És most akkor nézzük meg, hogy a Kurszki területen mi történik éppen a Szudzsai gázállomással. Oroszország továbbra is harcol a Szudzsa gázközpont irányításának visszaszerzéseért az ukrán csapatokkal Kursk területén. Apti Alaudinov vezérőrnagy azt mondta, hogy Kiev csak nem 12 ezer ukrán fegyveres telepített Kurszk régióba. Augusztus 10-én jelentette be az ukrán katonai vezetés, hogy teljesen ellenőrzésük alá vonták Szudzsa városát, beleértve a szudzsai gáztranzit állomást is, amely a Gazprom tulajdonában van. A testvériség vezeték azonban a folyamatos harcok ellenére továbbra is szállít orosz földgázt Európába. A szudzsai gáztranzit állomás az egyetlen, amelyen keresztül Oroszország Ukrajnán át tud gázt szállítani az EU felé, éves szinten mintegy 10 milliárd köbmétert. A hírre megemelkedtek az árak a holland TTF gáztösdén, mivel a gázpiaci szereplők attól tartanak, hogy ez a mennyiség kieshet, mert egyik vagy másik fél olyan lépést tesz, amely ürügyet szolgáltathat arra, hogy Viszmajor helyzetet lehessen hirdetni. Ugye most már napok óta gondolkodunk arról az összes szakértő és világszinten, hogy most ezzel a szudzsai gázállomással, ennek az elfoglalásával Ukrajna adott esetben zsarolhatja -e Európát, vagy sem. Mi történik, hogyha ez megtörténik? Most hogyan áll a helyzet? Hát szudzsia önmagában, ugye orosz, orosz területen az utolsó kompresszorállomás és mérőállomás, ugye régebben, amíg még a. a, a a klasszikus felállás volt a háború előtt Európában az európai gázpiacon, addig ez egy nagyon fontos mérési pont volt, az itt báramló gáz alapvetően határozta meg a, az európai gázárakat, csak ugye itt most minden relatívá vált, mint ahogy a testvériség gázvezetéknek a szerepe is, hiszen ez a déli ág, ez valaha 40 milliárd köbméter fölötti kapacitással szállított orosz gázt, ez van már 10-15 milliárd környékén van egy évben, tehát lényegesen kevesebb az átáramló gáz, ez az európai összes import 5%-a, ehhez képest azért jó megrázta a TTF-et, ugye duplájára ugrott egy rövid időre a, a gázára. De azt tudni kell, hogy Ukrajna területén ugye ezzel több mint ezer kilométer hosszan fut a testvériség, és van rajta még 8-9 plusz kompresszorállomás, tehát bármikor bárhol, Ukrajna területén is lett volna mód arra, hogy leállítsák a vezetéket, csak ugye ez azért nem történt meg, mert jelen pillanatban a reverse működik a vezeték, tehát az ukrán tárolókig legalábbis Magyarország, Szlovákia és Lengyelország felül jelenleg is zajlik az ukrán téli tartalékok feltöltése, és ez Ukrajnának lenne rossz ha elzárná. Tehát megnyugodott a piac, ebből látszik, hogy visszaestek az árak, már kezdtek visszamenni, mert rájöttek, hogy itt azért ennek nagyobb a füstje, mint a lángja. De azért Szlovákia és Ausztria, és valahogy áttételesen egy kicsit mi is bajba kerülhetünk, hiszen nekünk az európai szolidaritás, energiaszolidaritási egyezmény alapján nekünk a tárolóinkból meg kellene őket segíteni, ha bajba kerülnének. És, és hát akkor közös, közössé válik a probléma és a megoldás is. A, most van ugye a gáztározók feltöltésének az időszaka, ráadásul most van a Norvég gázellátási infrastruktúra karbantartása is, és arra figyelmeztett Tolle Hansson a Sakszobank nyersanyag stratégiájának vezetője, hogy amennyiben bármilyen fennakadás történik, akár itt a szudzsai gáz elosztóállomáson, akár bárhol Ukrajnában, akkor az LNG árak azok elkezdenek fölfelé pörögni, mert hogy gyakorlatilag a piacon csak az LNG az, ami pótolni tudja a kieső gázmennyiséget. Egy nagyon erős LNG függés alakult ki, érdemes még megkülönböztetni, amit ami, ahhoz, amit, amit ott mondott, mert a köztudatban néha összekeveredik az olaj és a gáz, tehát a, 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 az EU és, a, és Ukrajna egy, kis túlzás, egy keresztes hadjáratot folytat az orosz olaj ellen, viszont a, a gáz, a gázszállítások felmaradásához az úgy látszik, hogy erős ukrán érdekek is fűződnek, egyrészt a tranzitdiak miatt, másrészt a jó viszony a, a, régióval, stb. Tehát a, az ukránok láthatóan, ha nem muszáj, akkor nem, 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 nem görítenek akadályokat a gáz útjába, ettől még lehet ott valami baleset. Tehát, hogy valami megváltozik a kalkuláció, vagy egyszerűen csak rossz helyen csapódik be egy rakéta. De láthatóan ott, ott nem próbálnak meg problémákat csinálni, mint az olajban. A, a, a gáz alapvetően az a probléma, hogy abban a pillanatban, hogy áttért Európa az, az elsősorban LNG beszállításra, gyakorlatilag ettől kezdve a, a világpiaci áraknak és a világpiaci útvonalaknak a hatásai mind érintik az európai gázfogyasztókat is. Az összes kormányt, az összes vállalatot, az összes fogyasztót. Ugye nagyon jó példa erre, hogy a, a franciák, most most azzal szórakoznak, nincs rá jobb szó, hogy egyre nagyobb tételben vásárolják az orosz LNG-t, gyakorlatilag úgy rekord tételekben vásárolják az orosz LNG-t, az egész EU szintjén is ez majdnem 10%-os növekedést jelent LNG vásárlás növekedésben az oroszoktól, és ezt a, ezt a gázt, ami megérkezik tengerúton Franciaországba, ezt vezetékeken keresztül tovább lövik Európa vásárlói felé. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy francia belföldi igényeket elégítenek ki ezzel az orosz gázzal, hanem remekül a kereskedelmi hasznot ezzel le tudják fölölzni hogy már nincsen orosz gáz abból az irányból, de van orosz gáz ebből az irányból. És akkor mi van a szankciókkal? Hát elvileg ugye az orosz gáz még mindig nincs szankcionálva, tehát e, e, ugyan ásapka van, meg, meg meg cégeket próbálnak a kormányok arra ösztönözni, hogy ne orosz lng vegyenek, hanem másmilyen LNG-t vegyenek, de ettől függetlenül, hál' Istennek, a cégek élni akarnak, az európai gazdaság még van annyira egészséges, hogy hogy próbál életben maradni és csökkenteni az energiaköltségeket, és hogyha az orosz LNG bőven van, és elérhető áron, akkor azt fogják venni, és ugye most érdekes ez a francia viselkedés egyébként, mert egyrészt nyilván pénzre megy a dolog, de miután a kisebb tagállamok ott, ott is nagyobb nyomásnak lennének kitéve a nyugati oldalon a bizottság részéről, tehát Brüsszel nem mer venni, vagy Hollandia külön, külön nem mer venni, megveszi a nagy testvér, megveszik a franciák, nekik is így csúsztatnak, és akkor így a franciák meg, meghúzzák a vállukat, ha a bizottság rájuk szól, a többiek pedig szépen és együtt. Különösen keresen. mulatság és a francia érvelés, a francia gazdasági miniszter úgy érvelt, hogy ennek az az oka, hogy, hogy a, a, sajnos a Vörös-tengeri problémák miatt ők, ők nem tudnak onnan, onnan vásárolni csak, csak orosz rendzsét, ami azért érdekes, mert ahogy nőtt az orosz irányú vásárlás a franciáknak és Európának, úgy csökkent az amerikai és afrikai irányú. Tehát úgy látszik, hogy mégis megoldható, de ugye nyilván sokkal kedvezőbb nekik orosz vásárolni. Ami érdekes, hogy az osztrák energiaügyi miniszter most a szudzsai gázelosztó állomás elfoglalásakor rögtön azt mondta, hogy még jobban függetlenednünk kell az orosz energiától, mert hogy ez így tarthatatlan. Most akkor hogy is van ez? És akkor tegyük oda a moldovai történetet, akik meg azt mondják, hogy, hogy minden egyes nap, ami, ami azután telik el, hogy el az ukránok elzárják a csapot tényleg, akkor ők benyújtják a napi számlát az Európai Uniónak, plusz persze ezzel azt a katasztrófát, ami utána százszázalékosan ettől a gáztól függnek. Tehát tegyük ezt a kettőt össze, hogy hol van a realitás. Tehát mi, tehát mi, az, hogy, hogy még jobban függetlenül? Hát függetlenül kell persze, tehát miért nem tették meg az osztrákok? Teljesen be vannak integrálva a német gázpiacba. Annyi határkeresztező kapacitásuk van, hogy szégyen, hogy egyáltalán megszólalt a miniszter. Tehát nekik semmifajta probléma. Csak hát az orosz olcsóbb. Az európai piacon levő gáz ma, ma drágább, tehát hogyha mindent az európai piacról szereznek be, akkor akkor sokkal drágább. De hogyha megoldják tud, okosba a testvériségen keresztül, ami ugye bankartani fut, a déliág, akkor viszont sokkal olcsóbban megúszszák. Tehát e, itt csak pénzről van szó, nekik ellátás biztonsági problémájuk nincs. Moldova viszont minden nap küzd az orosz gázért. Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy az osztrákok nem akarnak úgy járni, mint a németek gazdaságilag. Ja, ja, így van. De egyébként az LNG vásárlás, tehát az, hogy mi nekünk ki kellett építeni a terminálokat, a visszagázosító terminált, azt, hogy a tankereket, a szállítóhajókat üzemeltetni kell, mennyivel drágította meg most így összességében, ha nézzük, van arról számadat, hogy mennyivel drágult az európai gázvásárlás? A -a azért nehéz erre konkrét számot mondani, mert ugye a, rögtön elindultunk egy nagy energiaválsággal a háború után. Azt tudjuk mondani, hogy nagyjából az EU szintjén két év alatt olyan 1500 milliárd euróba került az energiaválság. Ami, <kül> amit ugye nehéz szétválasztani, hogy az elképesztően magas energiáraktól volt-e, milyen részben a szankcióktól, és De azt mond, igazából úgy érdemes ezt jól megfogni, hogy, hogy még a nyugati szervezetek számításai szerint is Európában az energia az négyszer drágább, mint az Egyesült Államokban. Ez mindent elmond szerintem. Így van, tehát a, a, én, én egy olyan számot tudok, hogy ha most letisztítjuk az árakat a piaci, meg tőzsdei árazástól, akkor is olyan másfél-kétszeres az LNG ára. Ha csak, csak a technológiát nézzük, hogy mennyibe kerül. Tehát csak az LNG. Tisztít, csak az LNG. Tehát a tisztítása az LNG-nek, hogy ne korrodálja ezeket a nagy tanulmányokat, hogy mínusz 160 fokra hűtése, a szállítása, a visszagázosítása, tehát ez a másfél-kétszeres a sima földgáz. Most rövid szünet következik, majd azzal folytatjuk, hogy az eddigi legsúlyosabb olajválság jöhet, ha Irán és Izrael között kirobban a háború. a láncreakció adása Toldi Ottóval és Tatár Mihályjal. Nézzük, milyen folyamatok zajlanak a kőolajellátás terén. Egy lépésre vagyunk a történelem legnagyobb olajsokjától, írja az Iroegy. Az amerikai piaci elemzőportál szerint nem csak az a kérdés, hogy eszkalálódik-e a közelkeleti feszültség Irán esetleges megtorló csapásával, hanem az is, hogy ebben az esetben a Perzsa állam lezárja-e a Hormuzi szorost. A portál szakértői szerint most Irán és az Egyesült Államok egy olyan konfrontáció felé halad, amely szinte biztosan megzavarja a hormuzi szoros olajszállításait. Ez a világ legfontosabb energiafolyósója, és nincs alternatív útvonal. A világ tíz legnagyobb olajtermelő országa közül öt, Szaudarábia, Irán, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és Kuwait, a világ legnagyobb csepp földgázexportőre földgáz exportőre is. A hormuzi szoros az egyetlen tengeri útvonaluk a nyílt óceánhoz, így a világpiacokhoz. Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala szerint a globális olajexport több mint 40 a körülbelül 21 millió hordóhaladát naponta a szoroson. Ez több mint másfél milliárd dollár értékű olaj naponta. És ebben nincs még benne a világnapi LNG exportjának mintegy 33 a illetve más áruk, amelyek a hormuzi szoroson keresztül kerülnek a globális piacra. Ha a háború tör ki, az Izrael támogató Egyesült Államok és Irán között és ez egyre valószínűbb kimenetel, nincs kétségem afelől, hogy Irán lezárja a Hormuzi szorost, írja az egy szerzője. A világgazdaság pedig arról ír, hogy érik az újabb energiaválság, mert a Panama csatornát is kénytelenek kerülni a tankerhajók az évek óta tartó alacsony vízállás miatt, hiába küzd a csatorna üzemeltetője azért, hogy meggyőzze a csepp folyosított földgázt és mezőgazdasági terményeket szállító cégeket, térjenek vissza a két óceánt összekötő kereskedelmi útvonalra. Kezdjük a Hormuzi-szorossal, ami egy rendkívül szűk hajózási útvonal, és Irán gyakorlatilag bármikor lezárhatja, hogyha úgy gondolja, hogy ezzel befolyásolja a nyugatot. Igen, tehát az, amit tudunk, és szerintem ebben a műsorban is sokszor elmondtuk már, hogy a tíz legnagyobb kőolaj exportáló országból öt itt fekszik, ami csak a Hormuzi-szorossal keresztül tudja, és tengeren exportálni a... Az olaját, ez azt jelenti, hogy a kőolaj export napi szinten kb. 40%-a innen bonyolódik a világon, plusz ha hozzátesszük azt, hogy Katar meg a legnagyobb LNG exportáló, akkor az LNG kereskedelemnek a 30%-a is körülbelül innen bonyolódik. És megmondom őszintén, hogy itt, itt a stúdióba jutott az eszembe, ami már régen eszembe kellett volna jutni, ha ez ilyen fontos ez az útvonal, akkor miért nem találtak már ki alternatív vezetékeket, amivel a földközi tengerhez, vagy a, vagy a, a vörös tengerhez eljuttat, vagy, vagy akár a indiai óceán felé eljuttatni ezt a, egy olyan kikötőbe ezt az olajat, ami, amivel biztonságosabb területről indulhatna az export, nem egy ilyen, valóban egy ilyen gyújtópontszerű terület, ami ráadásul nyugodtan be lehetett volna arra rendezkedni, hogy az arab világ az élén Iránnal, és, a, és ugye Izraeli úzusa és a nyugat között még hosszú távon sajnos fönn fog állni ez a konfliktus, meg is érte volna évtizedekre építeni már egy ilyen alternatív utat a dolog jelentőségéhez képest. Így viszont ez, ez még nincs meg, nem tudom, van-e ilyen terv egyáltalán, pedig nagyon, nagyon valószínű, hogy megérné, és ezzel állandóan, az, az lebeg a fejünk fölött, hogy elszállhatnak az olajárak, ahogy már ez a 70-es évek óta nagyon sokszor megtörtént, és pont ebből az ügyből kifolyólag, hiszen az első két. Olajások a 70-es években is, ez pont ezekért a dolgokért indult el. A katonai stratégiák évtizedek óta tudnak erről a helyzetről, de eddig még senki nem talált reális módot arra, hogy Iránnak ezt a szoros feletti hatalmát, ezt valahogyan semlegesítse, és más alternatív útvonalat kitaláljon. Tulajdonképpen mekkora gazdasági kárt tud okozni egy ilyen lezárás, például napi szinten? nagyon fontos kettő, ketté választani, hogy, hogy mi az a, a piaci hatás és a tényleges fizikai hatás. Ugye a, a, a piaci hatás az, 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 nagyon brutális lenne, hiszen ugye a piac úgy működik, hogy mindig a kockázatot árazza be, hogyha fennáll a kockázat, hogy, hogy a, a föld felénél egyszerűen megszakad a, a útvonal, akkor, akkor hirtelen fel fognak szökni az olajára. Azért a tényleges, a tényleges fizikai Olajkereskedem az azért az egy más dolog, ugye a pánik mögött. Ö, egyrészt vannak vészhelyzeti tervek, ugye ez a, ez a Hormuzi szoros probléma az nagyon régóta ismert. Vannak olyan tervek, hogy hogy lehet valamennyit mégis alternatív útvonalakon eljutatni. Nem, nem, egyszerű, nem olcsó, kényelmetlen, de valamennyire mérsékelhető akár. És hát ott van az a nagyon fontos kérdés is, hogy valójában ki ki olajat a hormozi szoroson, mert nem az Egyesült Államok. Ugye, akik, akik most a, a, a legfontosabb, legnagyobb termelők a világban, most leszámítva pont, a, pont az ott lévő arab országokat, a, például az Egyesült Államok, őt annyira nem érinti. Az oroszokat sem érinti különösen. Kínának például és Európának nagyon fájdalmas lenne. Tehát arra ki tudni, hogy nem azonos mértékben érinti a, a, az országokat, hogyha, hogyha egyszer ott beindul valami. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha Iránnak nem tetszik, vagy bármilyen módon zsarolni akarja a nyugatot, akkor annak ellenére, hogy az Egyesült Államoknak akar ezzel visszavágni, valójában Európát és Kínát hozza rosszabb helyzetbe. Igen, ez, ez biztos, hogy a, a pénzügyi és az ellátás biztonsági hatása az kulminálódna Európába és az Európai Unió és Kína szempontjából. Viszont azt azért be kell, be kell látnunk, hogy az USA-nak meg hatalmas geopolitikai presztízsveszteség lenne, hogyha a nyugati szövetségi rendszert, hiszen ő ennek a feje valahol, és, és akit garantálja a biztonságát, mert tudjuk jól, hogy körülbelül Európa mennyire tudná magát megvédeni, vagy érdekelni, a képviselni az érdekeit bárhol a, a világban, az USA hivatott erre, és mint a szövetségi rendszer vezetője neki presztis veszteség lenne, ha egy ilyen dolog bekövetkezne, és úgy tűnik, hogy azért eh, akkora katonai jelenlét van most jelen pillanatban ott a környéken a Földközi tenger-keleti medencében, illetve a Hormozik szoros környékén a Vörös tengeren négy vagy öt amerikai repülőgép hordozó, erre ez az amerikai flotán, majdnem a fele. Eh, 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 ott van. Atomfegyverekkel. Eh, több ezer repülőgépe, plusz ide számítva a szárazföldi támaszpontok gépeit is a körzetbe, tehát akkor a, a katonai erő központosítás, hogy szerintem iránt azért, ha van esze, akkor ez elrettenti. Tehát jelen pillanatban ez, ez az elrettentő erő az szerintem, ami féken tartja iránt, ha ez, ha ez nem lenne ott, ki tudja, ki tudja, hogy nem lenne, már adok-kapok, meg mindenféle hajó lefoglalás, meg, meg véletlen robbanás, meg stb. Ugyanakkor az, hogy mondjuk katonailag támad, vagy pedig lép egy ilyet, hogy gazdaságilag hozza nehéz helyzetbe a nyugatot, ez nem feltétlenül függ össze, tehát megteheti? támadás nélkül is. Igen, itt érdemes megnézni irány szemszögéből is egy kicsit, tehát neki egy, egy közvetlen, közvetlen, háborúban nem, hogy az Egyesült Államokkal szemben nincs esélye, hanem Izrael sem. Tehát valószínűleg egy közvetlen háború úgy kezdődne, hogy Izrael utána menne a teheráni vezetésnek, mint a, mint a Hamasnak, és nem lenne teheráni vezetés. Tehát éppen ezért Iránnak nem, nem áll érdekében az, hogy a végsőkig feszítse a húrt, Iránnak inkább az az érdeke, hogy, hogy egy ilyen folyamatos, ilyen legyűrő, gerilla taktikás, nyomásgyakorló harccal kiszorítsa a, 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 nyugatot és Izraelt a számára fontos területekről. Ugye ezt látjuk Irakban, ahol a, az amerikai bázisokat érik folyamatos iráni megbízású támadások. Ezt látjuk Izraelben, ahol ahol, Libanonból ér Izrael támadás a Hezbollán keresztül, de nem közvetlenül Irán. Irán közvetlenül nem szeretne látogatást kapni -35 a 35-ösöktől a, Teheránban. Irán azt szeretné, hogy, hogy egy folyamatos nyomásgyakorlás legyen, és előbb-utóbb Amerika únya meg ezt az egészet. Amerikának olajszempontból már nincs szüksége a közel-keletre, meg, fáradjon el, menjen el onnan. Hát meg, meg ugye elnézést, tehát hogy az energiakereskedő cégekre helyez, helyez irány egyfajta nyomást ezzel a bizonytalanság tényezővel, hiszen hogyha ezek az energiakereskedő cégek olyan hatalmas biztosítási költségeket kell baj fizessenek, mert senki nem lesz őket hajlandó a hajóikat biztosítani, hogy az már ne érje meg, akkor gyakorlatilag fegyver nélkül le tudják ja, zárni ez is, a szó. Ez is nagyon fontos, tehát hogy Irán úgy érzi, hogy az idő neki dolgozik. Ezért írta meg akkor az Hedge tegnap ezt a cikket? Mert hogy engem az érdekel, hogy az amerikai portál és az amerikai elemzők azok miért foglalkoznak most ezzel ennyire kiemelten. Valószínű ez a közvetett hatás, az. a cégek fenyegetve érzik magukat, ez már ez már ettől kisebb eszkalációs szinten is többször előfordult, hogy egyszerűen a legnagyobb, legtöbb megbízást teljesítő cégek és biztosítócégek egyszerűen felhagytak a, a ideiglenesen az aktivitásukkal a területen hát erre van szansz, sajnos. Ugye Iránnak az egyik milícia, amit támogat a jemeni hutik, akik a vörös tengert folyamatosan sakban tartják, és emiatt a szuezi csatorna forgalma is drasztikusan lecsökkent, és közben nemrég érkezett ugye az a hír, hogy Panamában is probléma van, azt tudjuk, hogy az asszály miatt most már évek óta csökken a forgalom a Panama csatornán, viszont most már ott tartunk, hogy a Panama csatorna üzemeltetője próbálja visszaédesgetni a hajótársaságokat, hogy a csatornán keresztül szállítsanak, ne pedig az alternatív útvonalon. Hogyan rendeződik át most így ezekkel az eseményekkel az egész világkereskedelem vajon? A Panama csatorna is egy kereskedelmi vállalkozás, igaz, hogy egy államot ölel fel tulajdonképpen, csak a Panama csatornához nem érdemes túl nagy, túl nagy ambíciókat, meg reményeket fűzni, mert egyelőre a áteresztő képessége az, az nem megfelelő. Tehát ezek a nagy tankerek nem tudnak rajta, ez több százezer tonnás nagy tankerek nem tudnak rajta átkelni, úgyhogy sok kicsi hajóban, kicsi, hát több tízezer tanás hajókról beszélünk. Tehát több kisebb hajóba tud ugyanaz az olajmennyiség átkelni, és így nagyon megnőnek a szállítási költségek ezzel. Tehát ezért nem éri meg igazából ott, ott, ott kereskedni, mert, mert nagyon megnövekedik a sok hajó, sokkal többet fogyaszt, mint egy nagy alapon. Én egy kicsit máshogy látom mint ott ugyanazokat a tényeket látom, csak talán én máshogy, hogy értékelem őket. Tehát mind a kettő alapvetően egy, egy, emberi hanyagság által okozott probléma. Tehát a Panamában ugye azért valljuk be az kleptokrácia. Ott volt rá 30 év, hogy megépítsék a, rendesen azt a, azt a csatorna rendszer, csak elköltötték a pénzt minden évben, ahogy, ahogy megkapták. És a vörös tenger is egy nagyon hasonló szituáció, hogy, hogy ott van ugye az Európai Unió, ami, ha még visszaemlékszünk, 2000-ben a Lisszaboni csúcsálkozón még egy, akart például egy, egy flottát, egy tengeri védelmet magának, és most is építhetnek például hadihajókat, ugye voltak ezek a híres esetek, amikor a, a felvonult az egy-két német hadihajó a Vörös tengeren, és kiderült, hogy nem működnek a rakétái. Ebből komoly politikai botrányok is voltak. Ugye, hogyha nem minden pénz a hidrogénvezetékbe, vezetéképítésben lenne irányítva, hanem esetleg a fegyverkezésbe, akkor lehet, hogy jó meg tudna Európa védeni a neki fontos tengeri útvonalát. Igen, csak ugye itt az a kérdés, hogy ezeknek a csatornáknak a kiesése, vagy az, hogy lezárhatják a hormoziszorost, ez mennyire fogja megdrágítani a szállítást, és nekünk, egyszerű polgároknak mennyivel fog megdrágulni az élet? Hát a nagyon nagy kérdés, hogy fizikailag lesz-e keresletet kielégíteni tudó mennyiség. Tehát, hogyha azért az olajexport 40%-áról beszélünk, akkor az azt jelenti, ha az eltűnik, azt senki nem tudja rövid távon betenni a piacra. Majd nehogy, nehogy megint ennek az legyen a vége, hogy majd újra értékelik az orosz kőolaj szankciót, bár az se tudna segíteni, tehát ennyi olajat az oroszok se tudnának előszedni, se az OPEC, az OPEC plusz, se senki, se a dél-amerikai kőolaj kitermelők, tehát a első kérdés, hogy fizikailag lesz-e elég olaj, vagy pedig a közlek személyautók közlekedésében megint, mint a 70-es évek olajásokjai hatására, ugye korlátozásokat vezettek be, hétvégén nem volt autókázás, tehát amíg a gazdaságot nem érintette, addig minden közlekedést visszavettek, a, a üzemek félgőzzel mentek, amik ugye kőolaj alapon gyártották a műanyagokat, stb. 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 Tehát nehogy idejük adjunk ki, mert, mert ettől egy csak egy kevéssel ugyan, de még mindig jobb, hogyha van, csak drága. Ha nincs, az a nagy baj. És ezt tegyük hozzá, hogy itt van egy nagy zsákba amit úgy hívnak, hogy november, és amerikai elnök választások, tehát hogyha itt egy olyan amerikai külügyi csapatunk lesz, ami igyekszik Iránnal megegyezni, mint az Obama évei alatt, akkor, akkor ez egy elhúzódó probléma lesz, aminek időnként, időnként válságosan néz ki, aztán megjavul a helyzet, válságosan néz ki, megjavul a helyzet. Egy Trump elnökség alatt elképzelhető, hogy Irán valamit félre kalkulál, és utána nincs Irán. Mármint, hogy a vezetésre gondolok. Közben ami a mi régiónkat erőteljesen érinti, hogy Ukrajna ugye most bünteti a Lukoilt, és június végén hoztak egy szankciót, hogy tranzitként, országként nem használhatja Ukrajnát. Most ez a folyamat, ez hol tart? Itt ugye érdemes megkülönböztetni, mert nagyon sok hír van, és ezeket sokszor ellentmondanak egymásnak, meg homályosak. Ugye van egy, van egy operatív, egy üzemi szintje ennek a problémának, ez, ez, tulajdonképpen egy jó, azt mondhatjuk, hogy jó a helyzet, mivel a MOL az utóbbi időben nem vett a lukolytól olajat, vagy ha vett, akkor át van címkézve, más orosz olajcégekkel üzletel. Volt egy nagy szerencsés, amiről senki sem tehet úgy mond, hogy éppen a, a szovnat finomítóban felújítás volt, amikor, amikor ez az olaj kiesett, tehát ezt nem érezte meg senki a benzinkutaknál. Tartósan lehetett volna bőle probléma, és akkor itt van a stratégiai szint, ami már az egy, az egy keményebb dió, ez a politikai szint, az európai politika szintje. Tulajdonképpen a, a, az EU elhatározta, hogy legkésőbb 2026-ig, de inkább hamarabb, mindenkit lenyom az orosz olajról, bármibe kerül, és a, az ukránokkal ebben nagyon jól megteltek a közös hangot és érdekeket. Sajnos. Itt azért nem lehet mindig másra mutogatni, tehát a, a MOL számára már 2014-ben a krími háború utáni szankciók után ismert volt ez a probléma, hogy az nem lesz mindig adott ez az ukrán olajszállítás, de sajnos az a gyanom, hogy a MOL úgy gondolta, hogy előbb-utóbb erre kap valamilyen Európai Uniós vagy állami segítséget, hogy átállítsa a, a MOL finomítóit orosz olajról, tengeri olajra, de ez nem történt meg. Ottról hogyan látja a helyzetet? Hát azt, azt látom, hogy szoktunk ezzel büszkékedni, hogy, hogy a MOL tulajdonképpen egy regionális multi, és, és hogyha ezt, ezt, ez valóban így van, és, és látható, hogy Szlovákiában, Horvátországban, tehát a környékbeli országokban 40 fölötti az üzleti részesedése, nem csak az üzemanyagok területén, hanem a kenőanyagok és egy csomó más finomított termék esetében, ami, amelyek nagyon fontosak. Ugye a környékben több ország van, ahol még mindig Csehország, Ausztria 20-40% között, és, és tehát egy hatalmas kisugárzása van itt a régiónkra, tehát hogyha hol MOL valamilyen szempontból bajba kerülés a bajt itt idézőjelbe tenném, de azt, azt a mol kimutatta, hogy minden így marad, tehát a Lukoil valóban nem tudja Ukrajnát tranzitként használni Magyarország felé, akkor a 160 finomító 20%-kal, a pozsonyi finomító, az slovna finomító, az 30%-kal csökken a termelése, és ezzel tulajdonképpen a mol a termékeink keresztül nem csak Magyarországon lesz, hiszen ott üzemanyag ról beszélünk elsősorban, hanem a finomított termékek, a kenőanyagok és minden egyéb, ami, amit még gyárt, a, a ezekben a finomítókban, hiány lesz a régióban. Vagy pedig lehet, hogy ez a cél, hogy kiszorítsák a volt a régióból, és más, más cégek elfoglalják. Tehát Sajnos uh, itt sok kérdés van, több rétegű a, a probléma. Lehet, hogy az ukránok tulajdonképpen egy nagyon-nagyon összetett játéknak a részesei, hogy a hogy hogy lehetne kiszorítani a régióból. Volt már ilyen, volt már ilyen ellenséges jellegű fölvásárlási kísérlet. Egyetlen egy percünk maradt. Én csak annyira lennék kíváncsi, hogy van egy olyan adatunk, hogy Németországban nagyon megromlott a befektetői bizalom, illetve a német gazdaság kilátásai, és hogy ez milyen tendencia hová vezet, főleg így, hogy az északi áramlat felrobbantásával az orosz földgáztól gyakorlatilag ők teljesen elzáródtak. Ugye ez a, a, német, a német, beruházásnak a, tehát a bizalmi tőke, hogy, hogy megkérdezték a cégeket, hogy, hogy milyen esélyen látnak rövidtávú beruházásokra esélyt, és erre felére esett az eddig megszokott viszonylag optimista tetszési index tulajdonképpen, hát itt, itt, itt gyakorlatilag ebből az látszik, hogy a német ipar, a német gazdaság föladta a reményt, hogy a jelenlegi zöld liberális kormány alatt Németországban a gazdaság megítélése más lesz, a versenyképesség fontos lesz, mint régen, az ipar, az export fontos lesz, mint régen. Úgy tűnik, hogy, hogy fel, a választásokig feladták ezt. Egy, egy nagyon jó számadat erre, hogy a, a Németországból a Kínába irányuló működő befektetés az történelmi csúcsponton van. Tehát nem arról van szó, hogy Németország nem csinál semmit, csak nem Németországban csinálja, mert Németország, mint üzleti, üzleti övezet, nem működik. Uraim, ennyi fért most az adásba, Tatár Mihálynak és Toldi Ottónak. köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet köszönöm a felelős szerkesztő Ján Kaspár nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk Lánz reakció című műsorunkkal, amelyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket. Tartsanak velünk holnap is a viszontlátásra, viszonthallásra.